Egy nagyon-nagyon rapszódikus meccsen vagyunk túl. Nem tudom, hogy te, aki azért szakmailag ezt sokkal jól átlátod, milyen, hogy minősítenéd, akár Clemens, akár Van de Pass játékát. Van de Pass 3-2-re végig is nyert. Tehát egy nyíl az, ami gyakorlatilag döntött. Kijátszották végig, és ugye Van de Pass kevesebb eséllyel érkezett, hisz az utolsó pillanatokban kvalifikálta magát. Clemens azért stabilabb teljesítmény nyújtott egész évben. De valahogy nem ment. Menet közben is sem annyira, és a kiszállózások azok pedig aztán tényleg eléggé gyatrára sikerettek. Hát csak annyit mondok, hogy Gabriel Clemens 11 leget nyert a mérkőzésen, míg Benito Van de Pass 9-et. Tehát kapásból ugye itt jön az, hogy már ennyit számít az, hogy szettekre vagy legekre játszanak-e a játékosok, hiszen egészen más szisztémáról beszélünk. A kiszállózásuk az majdnem egyforma lett, mert 32%-on dobtak mind a ketten, 34-ből 11 volt Clemensnek, és 28-ból 9 találata volt Van de Passnak. Én azt gondolom, hogy Clemens játékának az volt a legnagyobb probléma, hogy amikor ment neki, akkor nagyon ment, amikor meg nem, akkor nagyon nem. Tehát még nem nagyon tudta tartani a lépést Van de Passzal, amikor nem jöttek neki a triplák, és emiatt ezekből a szituációkból a végén Van de Pass jött ki nyertesen, de hát ez tényleg nagyon hajszálon múlott. Mind a kettőnek a sikere, és ez a rengeteg kihagyott lehetőség, amit a mérkőzés során Clemens kihagyott, az most megbosszulta magát. Be kell dobni a duplákat, mese nincs, tehát hiába van valaki jó formában egész évben, hogyha a végén ez lesz. Na nézzük a bevonulásokat. Ladies and gentlemen, the winner of 9 PDC televised events, he's known as the Machine, James Ward! Nyilván még az előző meccshez, meg az előző te adatodhoz, ugye, hogy Clemens több leget nyert, de mégis kikapott. Ugye ez miért lehet? És mondtad, hogy ugye itt a differencia az ugye más, ugye a legek vagy a szettek. Mert amikor ő nyert, akkor csak egy leget tudott nyerni Van de Pass. Tehát egy 3-0, meg egy 3-1 volt Clemensnek. Így van, és 3-2-re és 3-2-re kapott ki. Hát ez ilyen játék. Akkor végül is 11 és 10 volt, bocsánat, nem 9, hanem 10 volt Van de Passnál, de hát akkor is, tehát hát itt egészen elképesztő volt. Gyakorlatilag
tényleg mondom, Gabriel Clemens saját magát verte meg. No, hát jön egy második fordulós, és ez zárja a hatodik játéknapot. Három elődöntő, döntőt még nem sikerült James Fane-nek világbajnoksághoz játszani, és azért mondom, hogy világbajnoksághoz, mert egyébként gyakorlatilag minden egyéb más. Talán a UK, de azt is megnyerte, a Players Championship fán kivétel mindenhol vagy döntő, vagy győzött. Tehát azért neki nagyon komoly az eredmény mutatója, statisztikája. A BDO-ban is a legjobb 16 volt, ott egyszer a VS 2004-ben, de azért ő viszonylag hamar átment. Ez a 16. világbajnoksági, vagy világbajnoki szereplése zsinórban. Úgyhogy azért a rutin, a tapasztalat az ott van James Wade mögött. Abszolút, abszolút. A Richie Edhouse ezt így azért nem mondhatja el magáról, neki ez az első világbajnokság, hogy Boris Koltsovot verte. És aztán most gyakorlatilag, tegnap volt ez a meccs, és tegnap verte Boris Koltsovot, az most jön, akkor játszik még így egyet. Így van, így van. Tehát ő nem pihen. Hát túl sokat nem. Egyet aludhatott rá. 7 darab 9 tilosa van Wade-nek egyébként, és az idén is dobott már egyet, még március 31-én a német. Igen. Darts bajnokságon, Nicheimben, most streamen lehetett látni, úgyhogy az nem TV közvetítéses 9 tilosa, de akkor is. Az 9, igen, 9 és az előbb mutatták, hogy új fényes lépője van James Wade-nek, úgyhogy... Kicsit lecserélte az előzőt. Igen. Ki a ti ismerősötök közül, aki vehet a új cipőt? Van egy... Ja, igen, Molnár Laci barátok, aki egyébként hétfőn, jól emlékszem, hogy vasárnap adhok jelleggel kint volt Londonban munkaügyben, és oda ment az Eli Pellihez, hogy hát ha sikerül bejutnia, és egészen elképesztő módon nem, hogy bejutott, hanem ott volt a játékos bevonuló mellett. Tehát hihetetlen, hogy a neten nem lehet jegyet kapni, az ember meg oda megy a helyszínre, és simán megoldható a dolog, hogy a legjobb helyre kapja a jegyet. Úgyhogy azért mondom, hogy néha ez fura egy történet. Na nézzük, hát hogy azért ebben valami magyar furfang is volt ám. Nem volt nem? Sem. Így, nem. Legalábbis így, azt mondta, hogy igen. Nem. Igen. És bedobja a dupla 12 James Wade. Ezzel már is megoldja az első leget. Igaz, hogy ez az ő kezdése is volt. De egy 15 nyilassal nyitotta James Wade a mérkőzést. Pont Laci az, aki valószínűleg jobban örült volna, ha ma tud bejutni oda. 96. House-nak nem jön a... 59. És ő is azt a bizonyos reflex hegyű nyilat használja, amitől így rezegnek a... Ugye olyan vékony a hegy, hogy... A beérkezés után egy párat még rezeket, van akinek jójózik tőle a szeme, de ők ezzel szeretnek játszani. 92 pont. Hat van. Ötvennyolc pont, nincsen kiszállón Richie Edhouse, de még James Wade-nek is kapaszkodnia kell elég tisztességesen hozzá. 43. Most jön a két tripla, 140, lemegy 52-re. Nem jön a tripla James Wade-nek, csak 45-öt dobi, nincsen kiszállón sem. És nem dobja be a duplát Edhouse. Így még van esélye kapaszkodni James Wade-nek, de nem jön a tripla, nagy tripla. 60. Kicsit talán már ő el is engedte ezt a leget, de
Ed House még nem akarja befejezni. Hihetetlen. De most az is befogja. Bepült a dupla négybe. László kérdezi tőlünk, hogy Peter Wright-tal kapcsolatban mi a vélemény, meddig juthat, mennyi esély van. Hát én a végső győzelmemre esélyes 10-15 játékos közé beraktam őt is nyilván gondolatban. Hát őnek a legnagyobb ellensége az saját maga szerintem, mert hogyha ezt ő maga is elfogadja és elismeri, hogyha sikerül végre rendbe rakni a fejébe a nyíl kérdést, mert ez a legnagyobb nyűgje szerintem. Folyamatosan attól várja a javuló játékot, meg a jobb játékot, hogy cserélgeti a nyilait. Ha ezt egy kicsit le tudja vetközni a VB-re, és le tudja tenni a voksát valami mellett, és ez fejben is teljesen rendben van neki kétségek nélkül, akkor ő képes megnyerni a világbajnokságot. Én azt gondolom, hogy azért a legjobb négybe, legjobb nyolcba azért neki illik eljutnia. És örülnék is, mert egy kis lendületet adna neki a következő évadhoz. Szerintem szüksége van rá. Most 140-nel lerakja magát közben James Wade, ez már sokkal inkább rá jellemző játék. 134-re nem sikerül megdobni a két triplát Ed House-nak. 13. nyilla befejezheti James Wade a leget, és be is dobja a dupla 20-at. Kettő egyre vezet. És jön két tripla Ed House-tól. Jól kezd. Ugye ez már második körös meccs, tehát ha itt esetleg elmennénk 2-2-ig szett arányban, akkor ott nem lehet 3-2-re megnyerni a döntőt szettet. Jön a tripla. 140-ekkel kezdett. Az igen, 4 darab 140 egymás után, gyönyörű játék az uraktól. És jön a további tripla Richie Ed House-tól. Jön-e még egy 140? Jön ám bizony. 81-re megy le három kör alatt James Wade. Ő is dobja a 80-at. Jön-e a 140? Nem, csak 100. Csoda sor minta lett volna. Hopp, az egy 21-es, tehát még a sima 20 dupla 20-szal meg lehet a kiszálló. Megvan a sima 20, és a dupla 20 bedobja! 12 nyilassal egyenlít. Kilencvenkilenc. Jön James Wade-től az első pályán. 60 pont. Most Ed House egy pici hátrányba keveredett ebben a legben, döntő legben, és most meg James Wade nagyon megtolja. 138-al lemegy 170-re. Megvan az első tripla. Második alatta. Gyönyörű, 40-re leteszi magát. Három kör alatt. Vagy bocsánat, négy kör alatt. Négy kör alatt, 40-re, és ez 13-ra. Lehet, hogy kicsit későn. Nézzük a dupla 20-at, még meg lehet. És bedobja James Wade, 14 nyilas leggel fejezi be. Mennyi pihenni mutatta neki. 3-2-re.
James Swain-nél az előny tehát, mint ez látható. Így van, egészen jó kis szettet produkáltak. 97 fölötti átlagon mind a ketten. 15-13-14 nyíl James Wade-től és 21-12 nyíl Richie Edhouse-tól. James Wade 4-ből 3 dupla, az azért parádés teljesítmény. Ha ezt folytatja, akkor azért jó esélye be tudja húzni ezt a mérkőzést. Ezben szerencsére még sokan vannak velünk itt a Sporttelevízió Facebook oldalán. Jött egy kérdés, hogy miért van akkora súlykülönbség gramban a soft és a steel nyilak között. Ez egy nagyon egyszerű magyarázat, hogy a gépeknek a biztonság érdekében a műanyaghegyű nyilaknak a súlyát lekorlátozták, ilyen 20-21, maximum 21 gramban. Egyébként tönkreteszi az érzékelőjét a gépnek, tehát ez nagyon egyszerűen ennyi az oka, semmi más. Meg hát ugye egy fémhegyjel nyilván dob rajta pár grammot, tehát ugyanaz a test is nehezebb fémhegyjel már alapból. Illetve kérdezik tőlem a négy legesélyesebb világ, a világbajnoki címre négy legesélyesebb játékost. Hát nem egyszerű kérdés, ugye kettőről tudunk, Van Gerwen és az új fényes lépője Wade-nek. Szóval Van Gerwen és Price mellett nálam Peter Wright és Gary Anderson jelenleg állás alapján. Meglátjuk, hát ugye még Price-t és Wright-ot nem is láttuk játszani, tehát kicsit azért az ember ezt nem tudja eldönteni könnyen, de én mind a kettőknek az elmúlt pár hónap teljesítménye alapján szavazok bizalmat, meg hát amiatt, hogy egy jó páran ki is estek már, a Rob Cross például, akit szintén nem írtam volna le a VB címesélyesek közül, hogyha hozza az első mérkőzését, de hát az nem sikerült. És most megint hátrányba került szépen James Wade, és hat nyila van Edhouse-nak a kiszállóra. De megdobja elsőre az 51, dupla 20. És nem dobja be a kiszállót. Látod, ott a két tripla, és aztán 40-re marad. Laci már egyből be is jelentkezett, ő már tisztában van vele, hogy ez egy új cipő, úgyhogy annak a gyártónak az új kollekciójába tartozik, ahonnan James Wade az előző cipőjét is beszerezte, úgyhogy... Minden rajongója le tudja követni a divat ilyetén haladását, ha akarja. Csak pénztárcába kell nyúlni tisztességesen. Százassal kezdett James Wade első pályáról. 81 a válasz, most jön a tripla szépen. Wade-től 99. Ott az egyik tripla. Aj, de gyönyörű 140. 18-asra kezd Wade. Nincsen tripla, így már kiszálló sem lesz. És 56 a kanyar. 46-on van lent. Hát ez se sokkal jobb. Na nézzük, az a tripla az kellett, és most le is tud menni. A legjobb megoldás, de 166, és így aztán kiszállót sem fog tudni hozni erre a 166-ra. Ez lerakja magát kiszállóra, Edhouse. Na jó, magasan van. Viszont így meg James Wade tud lekerekíteni. 134-re ment rá, de 98-a 68-ra marad. 164 Edhouse-tól. Nem lesz már kiszálló. Dupla 5. Bedobja. Egyenlít. 1-1. Hát
valahogy éreztem, hogy picit darásfészekben nyúlok ezzel az esélyesség dologgal. 140. Mert már egyből előkerült a tegnapi nap hőse, Fallon Sherrock. Hát, ha megharagszanak rám, hanem én megmondom, hogy én tegnap nagyon szurkoltam neki, de az, hogy megnyeri a világbajnokságot, vagy döntőig elmenjen erre, én azért nem látok nagyon nagy esélyt. Ha tudja tartani ezt a játékot, akkor azért megszorongathatja akár Mensur Sujovicot is a következő ellenfelét, de azért még ott van azon az ágon Glenn Duren, Daryl Gurney, Gervin Price. Tehát a döntőig azért én nem hiszem... 180 közben. Bocsánat. Semmi gond. Hát azt én nem tartom reálisnak, azt meg pláne nem, hogy megnyeri a VB-t jelen pillanatban, de nagyon jó úton halad, az tény és való. Ő neki szerintem, ami igazán cél lehet és ami fontos lehet, az majd a január 11-e, hiszen akkor lesz a BDO női világbajnoki döntő. Szerintem ő neki ott van nagyon komoly esélye a világbajnoki cím megszerzésére, mert az még nem sikerült neki egyébként, tehát ő még nem nyert női VB-t. Ed Hauslem 64-en, neki 160-on volt véd, úgyhogy oké, 140, na nézzük 64-et. Sima, meg még egy és a dupla. Találja el a kiszállót. Itt az James Wade-nek van nagy esélye, egy kis előnyt. Be is dobja elsőre. Könnyedén megoldja ezt a lehetőséget. Ez azért nagy hiba volt most Ed House-tól. A 2-0-áért megy Wade. Tehát százas. Tán, 140. Próbálkozik Ed House. Na, hol vannak a triplák? Most egyelőre nincs tripla. Lent sem jön neki. Nézd meg, Ed House-nak sokkal több 140 pluszosa van. Ez komoly. Most ő se találja. Ajajajaj, neki sem jön. Elég egyformán állnak egyébként. A kiszállóban nagyon erős James Wade, ez 71% fölött. Még egy szektorhiba is. Így van, itt is van a kiszállózást. Ezen múlik, tehát pont értékben jobban áll, vagy jól, ugyanúgy áll Richard House, mint James Wade. Oda néz, 133-mal megvan a kiszálló. 170. Itt leesett? Nem, majdnem. 140 kell. Picit mellé ment, és így nincs is kiszállója. Na, hatnyila van a 170-re Richie Edhouse-nak az egyenlítésért hátsó pályáról. Bedobja a 170-et! Marad a 31. Ez komoly lett volna, nagyon. De a 31-re biztos dobni fog. James Wade meg nem tud mit csinálni, csak lekerekíteni, és meg is van a 40-re kerekítés. 31 pont Ed House-nak, 15 dupla 8, tízes. Helyett a 10-es találja el, kell egy 5-ös, a tapolag a triplát dobja meg, elképesztő, 26 pontja van, dupla 3. Így nehéz. Nem egyszerű, és nem is dobja meg, bizony legyint egyet, James Wade meg szépen lesétált és kidobhatja dupla tizet. A 2-0-as szett vezetéséért. Na de dobja ki, egyelőre nem dobja ki. Bedobja a harmadik nyíllal. 2-0. 2-0-ra vezet. És Richie Ed House hibáiból szépen megérdegélt ebben a szettben. Rövid szünet és meglátjuk, hogy sima lesz a meccs, vagy visszajön Ed House a mérkőzésbe. Kérdés tehát, szóval már föl is tette, még a reklámszünet előtt, hogy vissza tud-e jönni a meccsbe esetlegesen Richie Ed House. Hát igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, mert hát szükség van arra, hogy egy kicsit följavuljon a kiszállózása is, meg természetesen az is, hogy jól használja ki a lehetőségeit
amit most ugye kapni fog. Mert azért azt lehet mondani, hogy tömegben gyönyörűen tartja a lépést James Wade, de csak amikor elbizonytalanodik és nem dobja meg a kiszállókat, azokat meg James Wade már van annyira rutinos versenyző, hogy könnyedén megoldja. Százassal kezdett Ed House, viszont James Wade-nek meg nem igazán jönnek most a triplák. Az gyönyörű. Százas. Nagyon szépen fogyasztja a tömeget Ed House. 60, Richard Carr 148. Ha szép, lerakja magát 20 pontra, miközben James Wade az egekben. Most próbál lejönni, de nem túl nagy meggyőződéssel. Gyönyörűen megdobta ezt a dupla ötöt. Dupla tíz nem jött neki, de... Most ez csak meg... hogy kezd? Jó. 180-nal! Na nézzük azt a negyedik. Tömeggel nincs gond, tehát itt most a kiszálló is jött neki. Már pedig ha az jön, akkor jön a legjobb. Nézzük, hogy így vissza tudja kaparintani esetlegesen a kezdés jogát. 140. Megy, de egyelőre Ed House jobban áll. Na! 58. 167. 140 az azért nagyot lendítene, vagy nem, de csak 100. És nincs kiszálló így. És ha jól hallom, akkor Wayne Mardell és John Part kommentál. Így van. Azt mondták, hogy még nem kell pánikba esni a Wade-nek. Még nem. Azért még messze van az, hogy ő elkezdjen azon gondolkodni, hogy veszélyben a továbbjutása. De minden esetre elaludnia nem szabad. Dupla 11! Nem találja el. De most egy extrával, egy 116-tal azért visszatáncolhat. A sima az jó, kell a tripla, az így nem. Az 60, majd 60-at dob. És marad az 56, dupla 11. Na, ennyi lesz belőle. Dupla 4. És nem dobja be. Na így igen, így nehéz lesz azért. Még csak meg közelíteni is James Wade-et. Dupla 20, dupla 10. Na most neki se jön annyira a dolog, de bedobja. 1-1. Oda a brékelőny, azonnal visszaveszi. Most ő kezd triplával. 140. Most megint egy forduló pont lehet a szetten belül, nem 2-0-ra vezet Richie Ed House, hanem el tudta venni James Wade.
Hát House kezdését, jönnek is a triplák szép száma mind a két oldalon. Az is 140, igen, szépen fogyasztják a tömeget. Na, lesz egy 100, se menjünk, lesz 120. Hihetetlen pek. Sokkal magasabb egyébként Edhouse pont átlaga, nagyon érdekes, de ugye a kiszállóban viszont nagyon nagy a különbség James Wade javára. Szektorhibátom. És ezt a játékot bizony kiszállóra játsszák. És csak egy 26-on dob Edhouse. Nyugodt szívvel lekerekítgethet. James Wade meg is teszi, ránézett Edhouse pontjaira. Nem, hát lerak, letutizza. Hát ez egyértelműen 13 nyilas lehet. Ott van a tripla, 85. Dupla 20. Bent van. Hát visszaállt itt ebben a szedben is a rend. 2-1-re vezet Wade. Kérdés, hogy ez az utolsó leg lesz-e, vagy még valamennyire el tudja húzni Edhouse a dolgokat. Tripla nélkül kezd. Wade azonban dob egyet. És dob, még egyet, nem dob, még egyet, egy százas. Ha, tripla 5. Az jó, mert az a tripla 19-ben van, aztán a harmadik csak sima. De legalább volt tripla a körben. Ez most fölé megy, nem alá. Most meg Véd nem dob. Nézd, ott a 57%, 17-ből 4-et. Hát több lehetősége volt. Igen. Abszolút. 17-ből 4, Richie Edhouse, és 13-ból 8, James Wade. Nem ezért van az, hogy pontokban egy picit magasabb is. Edhouse-nak az átlaga 94,6, és 93 ponton van James Wade. Től függetlenül... 96. Jó, nézzük, hogy most 2-81-re mit dob James Wade. Hátsó pályáról jön a két tripla, jön a harmadik, nem 140. Kettő tízre most már kell, két tripla, még egy kéne neki, be is dobja, 128. Itt kellett volna. 141, igen. Szép. Az igen, lemegy 36-ra James Wade, 5 kör alatt. Benn van a bull. Van a bull. És bedobja ezt is. 2-2. Most jön a dupla. Igen, most viszont érdekes leg következik, mert ha nyeri Wade, akkor nyeri a meccset, ha nem, akkor folytatódik, és csak egy 60-nal kezd. Bizonyám, nem dob triplát. Na nézzük. Ott a tripla. Ott is egy tripla, de az nem az. 94. És ez itt csak 94. Jobb kezdés, de nem annyira jobb. Vagy nem annyival jobb. Miért vált le? Leváltott most. Hát úgy érezte, hogy úgy érezte, jobban fér el oda lentre, de nem jött be. 82, igen, az érték. És most Edhouse-nál jön. Ó, majdnem. Csak fölé ment picivel. Száz. És egy százas. De nagyon elment az oldalra 85 ponttal. Az is húzza a száját legalább annyira. Csodálom. Megpróbálta a tripla 20-at, de nem jött. Nem úgy Wade-nél. Egy. 140 kellene. Meg is van. Meg bizony, 140 pont. 210-re megint ugyanott vagyunk. Ugye az előbb dobta a 128-at rá, most nem jön. Kéne a tripla. Na, ez nagy hiba volt. 6 nyila van James Wade-nek a 134-re.
Az jó, mert ő a dupla tizet szereti 134-nél, 2x57 és utána dupla 10. Azért dobott oda. Igen, mert szándékos volt. Így akkor van, így van, abszolút szándékos. 76-ra James Wade, 16, és a meccsért dupla 20. És bedobja az első meccsnyilát James Wade. 3-0, belép a világbajnokság mezőnyébe. Na, belépett folyamatába, így mondanám, akkor talán így helyesebb. Mi pedig kilépünk szép lassan, hiszen a 6. nap is befejeződik. Haladunk lassan, egy hete megy. Igen, így van. A 2020-os VB. Sima meccsek az eredmények szempontjából ma. Talán a 3. meccs nem volt az. Ugye a Gabriel Clemens Benito van de Pass mérkőzés a holland nyerte 3-2-re döntő szett és döntő leggel íme itt a napi eredménye. 2-3-0 Josh Payne és James Wade jó voltából. A búcsúzók James Wilson, Diogo Portela, Gabriel Clemens és Richie Edhouse. Wade pedig tovább ment 8. kiemelként. Lajos, köszönöm, hogy itt voltál velünk, és hát holnap folytatása így következik van. Majd. Jön a 7. napja a világbajnokságnak, úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, további szép estét, kellemes sporttelevíziózást, vagy épp jó éjszakát kívánok.